Hétfő délután óta folyik a kitelepítés Obrenovácban. Házról házra járnak a csendőrök és a rendőrök, és biztonságos helyre szállítják a város lakóit. Több mint 2000 embert evakuáltak, de még mindig vannak olyanok, akik nem hajlandók elhagyni a házaikat. A válságstáb nem engedélyezi a kitelepítettek hazatérését. Kada smo molili ljude da ne dolaze u Obrenovac, to nismo činili zato što im želimo zlo, već upravo zato da obezbedimo potpunu stabilnost i sigurnost. Mi smo poručili iz ove pomoći koje stiže i sušače za zidove, jer je veoma važno da ti vlažni zidovi i vlažne kuće prvo budu osušeni, da ne bi došlo do kolapsa, da kažem, tih temelja. Većina voda se lagano povlači, mi ćemo pratiti u naredna 2 ili 3 dana. A víz visszahúzódásával több új áldozatot is találtak a csendőrök és a búvárok. Obrenovácban már 14 áldozatról szólnak a hatóságok jelentései. Alexander Vučić miniszterelnök 3 napos gyászt rendelt el az országban. Kupán broj zsörtev ovom trenutku je u Obrenovcu 14. Obdukcija se radi, od toga je, mislim, polovina preminulih, a polovina utopljenika, ali ćemo svakako, rezultati obdukcije će biti jasno predočeni za svako lice. Ha a száva tovább apad és a visszafolyó ár nem okoz újabb gondokat a térségben, akkor vasárnap megindulhat a termelés az obrenováci Nikola Tesla hőerőműben is.